Ha megváltozik egy városrész és új közlekedési, parkolási viszonyok alakulnak ki, mindenképpen fokozottan kell figyelnie az ott élőknek, hogy ne megszokásból közlekedjenek. Hívta fel a figyelmét az ebben a városrészben élő zömében időseknek Szekeres Kornél rendőrőrnagy bűnmegelőzési előadó. Gyakorlatilag egy komoly felújítás volt itt az Ófaluban, Balatonfüred város területén. Ugye három utcát különösen kiemelnék, Alsóköz, Somogyi utca, illetve a Segesdy utca, ahol ugye forgalmi rend változások is megtörténtek, egyirányosítva lettek az utcák, tehát mindenkit hadd kérek arra, időst, fiatalt, hogy valóban nem megszokásból, akár személygépkocsival, bármiféle gépjárművel, kerékpárral, rollerrel, hanem a szabályoknak is, a forgalmi rendnek megfelelően közlekedjünk, két okból is. Egyik oldalt ugye a felújítás követően megváltoztak, tehát a közlekedési viszonyok, ez mindenkit érint, másrészt pedig kerüljük el, hogy a Zófalunak a, mondhatom, az felújítás követi átadását ne esetleg balesetek és ilyen közlekedési jogsértések szegezzék. Ennek megfelelően kiemelten kitérünk mindig a gyalogátkelőjén való közlekedésre, kiemelten figyelünk az ütemes közlekedés, hiszen sokszor ütemtelenül, esetleg váratlanul lépnek le a járdáról, akár kijelölt gyalogátkelőjén is. Szekeres Kornél közlekedési szempontból beszélt az Ófaluban létrehozott új mély garázsról is. Mire kell figyelni az 54 férőhelyes új parkolóhelyen? Első és legfontosabb, hogy minden mélygarázsnál, ugye a bejáratnál emlékeim szerint van egy magasságkorlátozó tábla. És a józan parasztész és az emberi figyelem is úgy gondolom, hogy azt hívja fel mindenkinek legfőképp, hogy ezt figyelembe vegyük. Tudja mindenki az autójának a legalapvető maximális ugye, paraméterét, gondolok itt szélesség, hosszúság, magasság. Ha már ez megvan, akkor nem lehet esetleg olyan eset, hogy a tényleg a figyelmetlenség miatt akár forgalmi akadály, akár balesetet okozunk, ne adj Isten rongálást teszünk akár egy épített műtárgyban, és ennek akár jogi következményei lehetnek. Felhívnám a figyelmet, hogy a mélygarázsra mindig óvatosabbak vagyunk, tehát lassabban közlekedünk, illetve türelem legyen egymáshoz, hiszen még egy rutinos ugye, vezetőnek is, akár egy mélygarázsba való parkolás, az bizony kívással teli feladat lehet, és ez nem az, hogy most valaki bénázik, hanem emberek vagyunk, eleve egy zárt közegben vagyunk, ez mindenképp megnehezíti adott esetben a távolságok, oldaltávolságra gondolok itt, akár egy tolatásnál, egy finom manővernél ezeknek a manővereknek a végrehajtását, tehát mindenképp türelem, figyelemmel, fegyelemmel és átgondoltan, és akkor garantált, hogy a mélygarázs valóban a közlekedés, a parkolást segíteni fogja, és nem esetleg baleseti tényezővé válik. Az Ófaluban megváltozott a bíróság melletti és a Segesdy utcán is a forgalmi rend. Másképpen lehet parkolni az üzletek előtt is. Én úgy gondolom, a parkolási kultúra, mint olyan Magyarországon, mondjuk úgy, tehát javításra szorul. Itt gondolok a türelemre, gondolok arra, hogy a parkolóhelyeket milyen módon használjuk ki, illetve hogyha már egy parkolóhelyben beálltunk, akkor úgy próbáljunk mindig beállni, hogy a ki, illetve a beérkezés is könnyű legyen, illetve ha már valaki parkol előttünk vagy mögöttünk, egymásra is legyünk tekintettel, hiszen adott esetben lehet, hogy mi is kerülünk olyan helyzetbe, hogy valaki miatt nem tudjuk szabályosan, illetve balesetmentes adni a parkolóhelyünket, vagy adott esetben más is okozhat olyan helyzetet, hogy ott van a parkolóhely, de esetleg mechanikai akadály van annak, hogy mivel nem figyelt, nem tudunk adott esetben bánni és felhívnám arra természetesen a figyelmet, emberek vagyunk, ha valaki pedig hibázik, akkor a felelősséget vállaljuk. Ez nagyon fontos volna, tehát nem elhagyjuk a helyszínt, ugyanúgy bármiféle esetben ugye a jog következménye számolni kell, hogy akár mi vagyunk az okozók, akár véletlen is. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.